Bár elsőre ennek a játéknak nem sok köze van a német kultúrához, de tessék csak végig gondolni, mennyi koncentrációra van szükség egy tánc elsajátításához. Ezek a játékok pedig pont ezt a képességet erősítik a gyerekekben. No meg jó móka is részt venni benne. A helyi német önkormányzat minden esztendőben megszervezi az iskolai táborát, ahol az idő hasznos eltöltése mellett a gyerekek számos olyan programon vehetnek részt, melyből nagyon sokat tanulhatnak saját népcsoportjuk kultúrájából, szokásaiból. A tábort igazándiból Őseink nyomában címmel hirdetjük meg, ez egy hon- és népismereti tábor. A célja mindig az volt, most már évek óta szervezzük, most egy pár év kihagyás volt a járvány miatt, de mindig az volt a célja, hogy az iskolában tanultakat megerősítsük, illetve esetlegesen jobban elmélyítsük. Gyakorlati feladatok, kézműveskedés, kirándulások útján, tehát személyes tapasztalás útján, ez az, amire a hon- és népismeret órákon azért viszonylag kevés idő marad, hiszen heti egy órájuk van hon- és népismeretből, és ez alatt azért varázsolni nem lehet, de igyekszünk ott is minél gyakrabban és minél több gyakorlati tapasztalható élményt adni nekik. Nem csak a tanulási a főszerep, illetve hát a játékos tanulási a főszerep igazándiból, de természetesen vannak mellette vetélkedők is, szabad játék, amikor igazándiból azt játszanak, amit szeretnének, egymással lehetnek, beszélgethetnek. Szoktunk kitenni nekik így ilyen régebbi játékokat, például ilyen gólyalábat, vagy most például babzsákkal egy ilyen céltáblába dobálhatnak, vagy szoktunk memóriajátékot régebbi képekből kitenni, és azokkal is játszhatnak, úgyhogy így azért próbáljuk egy kicsit azt tehát a régebbi időkre visszavezetni őket. Szóval számítógép és mobiltelefon nyomkodás helyett képességfejlesztés, hagyományok ismeretének bővítése és feledésre ítélt játékformák visszatanítása. Láthatóan jelentős sikerrel, hiszen amíg ott jártunk, csak mosolygos arcok vettek minket körül. Miről nevezetes fekete, jellegzetes német stílusú házairól, kertes pincesoráról, a kérdések megválaszolásához szükséges tudást a hét folyamán összeszedhették a gyerekek a kirándulásokon és a honismereti játékok folyamán. Nekem az volt a legjobb a táborban, hogy itt voltak a barátaim, és tudtam velük játszani, meg az volt a legjobb, hogy elmentünk Fekedre, meg Somberekre, ott nagyon jól éreztem magam, és azért jó ez a tábor, mert sokat tanulok még itt is, és nagyon szeretem a sváb kultúrát. Szeretek én táncokat tanulni, meg hogy többet megtudtam a svábok életéről. Én majdnem, hogy sváb vagyok. Anyukámnak a mamájának a anyukája, ő sváb volt, és én félig sváb vagyok, és ezért jobban szeretem a sváb kultúrát, mint a többit. Az volt a legjobb élményem, amikor játszhattam a barátaimmal, megtáncoltunk a többiekkel. Nekem az, hogy megnyertük a totót. Az, hogy sokat kézműveskedtünk, elmentünk egyszer kirándulni, és nekem szinte minden tetszett. Ja, csináltuk a vályok téglát. Van ilyen vizes sár, amiben szalmát kéne gyümöszölni a háznak az építésére. A legérdekesebb meg az, hogy megnyerhettük a magyarországi németek házát. Nekem a sok kézműveskedés vált eddig, még nem tudtam ilyen jól kézműveskedni, de most már igen. Mire vagy a legrosszabb, amit csináltál? Ott vannak a kis házak, én arra. A táborban elsősorban az alsós korosztályt várta a szervező német önkormányzat. Nem véletlen, hiszen ebben a korban kell fejleszteni a fogékonyságot, hiszen ezek a gyerekek koruknál fogva még sokkal befogadóbbak. Tulajdonképpen inkább talán a kirándulások, amik itt beleférnek időben, és azáltal személyesen láthatják akár egy tehát hogy Bátaszéken kívüli
magyarországi németségnek az életébe is bepillantást nyerhetnek, hiszen minden település valamilyen szinten más és más, attól függetlenül, hogy vannak közös dolgok a magyarországi németség életében, de azért a szokások, illetve a berendezési tárgyak is azért változóak, nem egyformák, és így egy kicsit szélesebb látókörre tehettek szert a gyerekek. Valamint minden évben szoktunk hívni egy kézműves hölgyet, aki mindig valamivel elkápráztat bennünket. Egyik évben például sámlit díszítettünk hartai festett motivumokkal, bútorfestés motivumokkal. Most például egy parasztházat készítettünk az udvarával, és ez mindig a gyerekeknek egy nagy örömet okoz. Eleve egy kicsit a képzeletüket is fejleszti, és a tanultakat beleépíthetik igazándiból ezekbe a kreativitásokba is. Többször volt már olyan, hogy például akár úgy, hogy képet vetítettem le nekik valamivel kapcsolatosan, és akkor hú, itt tényleg itt voltunk, és ezt már láttuk, és ez itt és itt volt, és tehát, hogy ezek azok a momentumok, amiért azt mondom, hogy érdemes csinálni, hogy amikor vissza is köszön az, amit itt odaadunk nekik. Ha mindaz, amit itt tanultak, megmarad a következő tanévre, akkor a bátaszéki német közösség tábora ismét elérte a célját. Ha másért nem, azért biztosan, mert tartalmas időt töltöttek itt a gyerekek.